Ebben a pillanatban hát előre is kell látni, illetve aktuális helyzetben is kell cselekedni, és az igazság, hogy az elmúlt 8 hónap azt hozta, hogy igyekeztünk látni a következő 2-3 hónapnak a lehetséges, akár negatív forgatókönyvét is. Döntéseket kell hozni, fejlesztéseket kell végezni. Azon kevés megyék közé tartozunk, akik nem csak a megye alárendeltségébe tartozó kórházakat támogattuk az év folyamán, hanem minden kórházat, ami a megyében szolgáltatást végez. Büszkék vagyunk arra, hogy Európai Uniós pénzeket is sikerült lehozni, illetve ez van folyamatban. Köszönjük azt és örvendünk, hogy a magyar kormány és az RMDS közreműködésével jelentős adományok érkeztek a megyénkben az elmúlt 8 hónapban. Nagyon örvendünk annak, hogy a lakossági hozzájárulás, az adományok, a szponzorok tekintetében nagyon erős összefogás alakult ki. Hisszük azt, hogy így képesek vagyunk küzdeni. Megbecsüléssel és elégtétellel tudjuk nyugtázni azt a munkát, amit a Hargita megyei egészségügyi rendszerben dolgozók kifejtettek az elmúlt 8 hónapban. Bátrak voltak, nem ijedtek meg, rengeteg túlórázott nap gyűlt össze. Azt láthattuk, hogy van egy nagyfokú elkötelezettség, és ezt talán nincs is szó, hogy meg lehetne ezt köszönni. Koronavírus járvány számos átszervezésre, változtatásra kényszerítette kórházunkat. Az első ilyen intézkedés az volt, hogy a somlyói kórház épületben kialakítottunk egy egységes covidos betegek ellátására egy osztályt, a két osztályból egyesítve. Az egész kórházban történtek átszervezések, főleg a személyzet volt az, akik egyik helyről a másikra lettek átirányítva, megváltozott a munkakörülményük, megváltoztak a feladatok. Természetesen ez ugye befolyásolta a megszokott komfortot is, de mondhatom, hogy soha senki sem utasította vissza a rábízott feladatot. Sőt, voltak és vannak kollégák, akik önkéntesen vállaltak segítséget a covidos betegek ápolásában. A kórházunk eddig is nagyon sokat költött a védőfelszerelésekre, fertőtlenítőszerekre, de most ezeknek az összege jelentősen megnőtt. Hát a járvány helyzet kezdete óta készültségben vagyunk. Felkészültünk arra, amiket a hírekből hallottunk, és ezért másként osztottuk be az asszisztenseket. Dolgozók között az átszervezések eléggé gyakoriak. Mondhatni, hogy most már naponta is hetente történnek az igénynek megfelelően. Mint mindennek, ugye ennek is két oldala van, az éremnek is két oldala van, az életben is van jó és rossz. Természetesen, hogy vannak olyan esetek, amiken már nem tudunk segíteni. Ezek azok az esetek, amelyek általában komorbiditásokkal járnak. Azaz azt jelenti, hogy van egy társuló patológia, egy társbetegség, ami esetleg súlyosbíthatja ugye, a koronavírus által kiváltott tüdőgyulladásnak a helyzetét. Az egyik legnehezebb dolog a vírus elleni küzdelemben az az, hogy előre nem lehet megállapítani a betegség lefolyását, nem tudjuk megállapítani a végkimenetelét. Egy különleges vírussal állunk szembe, ami mai napig rejteget meglepetéseket, kiismerhetetlen. Egyik legnagyobb kihívás a számomra az volt, hogy a betegek és a személyzet biztonságát tudjuk biztosítani. Tehát, hogy a személyzet ne betegedjen meg. Természetesen a tennivaló jóval több, de igyekszünk a munkát úgy megszervezni, hogy ne zsigereljük ki teljesen magunkat. Számomra ez igen-igen nagy kihívás, és én nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy mellém áll és segít és támogat. Nagyon keveset tudok otthon lenni, nagyon sokat vagyok a munkahelyemen, sokat vagyok bent. Vannak feszültebb napok annak függvényében, hogy mi történt, mennyi volt a súlyos eset, veszítettünk-e el beteget, vagy több esetben reszuszitálni kellett beteget, hogy sikerült megoldani a problémákat. De mindez tarkítja azt, hogy időnként egy sikerélmény kapcsán, vagy valami kis figyelmesség, vagy egy köszönömposztolás már mosolycsal az ajkukra, és újra erőt ad nekik, hogy tovább menjenek. A
Az egyik panasz a bezártság, a hosszú lefolyású betegség miatt előfordult hangulatingadozás. Egy rést kívánok betölteni egy igényre, ami megfogalmazódott az elmúlt időszakban, ugyanis amiatt, hogy az orvosok bevoltak öltözve és az asszisztensek állandó jelleggel kórteremben voltak, gyakran előfordult, hogy a telefonhívásokat nem volt, aki fogadja, és ez lett az én dolgom, hogy tartom a covidos betegek hozzátartozóival a kapcsolatot. Ez nem egy könnyű feladat, mert olykor rossz híreket is kell közölni a hozzátartozókkal, hogy esetleg valamelyik szeretett hozzátartozója nem biztos, hogy még holnap is életben marad. Minden kórházi alkalmazottnak kitartást, hit, remény, gondviselést kívánok. Úgy érzem és úgy látom, hogy azok, akik testben, szellemben, lélekben rendben vannak, egyensúlyban vannak, azok jól gyógyulnak, jobban gyógyulnak, hinni kell benne, hogy meg fognak gyógyulni, ez a legfontosabb, nem szabad pánikba esni, nem szabad depresszióba süllyedni, és minden rendben lesz.